Deák Ferenc Bamba idén ünnepelni 90. születésnapját. A kiváló focistáról a Városháza dísztermében emlékeztek meg. Bamba 1945-től 49-ig vezette az európai góllövő listát, 1945-46-ban 34 mérkőzésen 66 gólt rugott, ami máig világrekord. 1997-ben Münchenben pedig megkapta az évszázad gólkirálya címet. Nagy öröm számomra, hogy ilyen megható ünnepséggel tudunk emlékezni Deák Ferencre. Én azt gondolom, hogy nem nagyon tudok én már hozzátenni az előttem szóhoz és méltatni Deák Ferencet, mint hogy azokat a gondolatokat fogalmazzam meg, hogy most nekünk, fiataloknak, a kerület vezetésének az a feladatunk, hogy ezt a sikeres életutat, ezt a legendát, ennek az emlékét tovább vigyük a jövőbe, és ezért tegyünk meg mindent. Tegyünk meg mindent, hogy minél több fiatal halljon róla, minél több kerületi iskolába eljusson a Deák Ferencnek, hogy példaképül szolgálhasson a jövő nemzedékének. Deák Bamba összesen 20 alkalommal szerepelt a Nemzeti 11-ben. Legjobb formáját az 1947-es Bulgária elleni mérkőzésen hozta, ahol a magyar csapat 9-0-ra verte a bolgárokat. E mérkőzésen 4-szer juttatta be a labdát az ellenfél kapujába. Óriási húzó erő volt a sporták fele, ezért ugye minden gyerek annak idején futballista akart lenni. Ugye ma már, ha megkérdik a gyerekeket, nagyon kis százaléka mondja azt, hogy én labdarúgó akarok lenni. Az ünnepségre az utókor reménységeit is elhívták. A Glória csapat egy fiatal játékosa, a régi focit szereti, de ahogy elmondta, az új játék már teljesen más, mint amit a nagy elődök játszottak. Nem passzolnak sokat mindenki önző. Hát meg nagyon elfajultak már a dolgok a mai világban. Én már nem szeretem a magyar focit, a mostani világot. Még a régi focit nagyon szerettem, nézem most is interneten. Visszanézem, papám is nagyon sokat focizott. Tőle kaptam, még van tisza cipőm tőle, meg nagyon sok így emlékem, amit kaptam, képek, videók. Deák Ferenc több mint egy évtizede hunyt el. A Városházán tartott megemlékezésen a SZAC csapatának utódai, a Deák család tagjai, sportbarátok és az önkormányzat képviselői vettek részt.